Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kérem szépen! Február 7-én kedden reggel. Mai reggelim. Régi kedvencem, amit már 11 éve szinte minden héten, vagy vacsorára, vagy ebédre, vagy valamire szoktam enni. Ez a csóró időszakból származó kaja. Rendkívül finom, nagyon laktató és baromi olcsó. Ez akkor volt, amikor onnét ered, mikor kijöttünk, akkor találtuk. Kérem szépen egy Heinz bab, paradicsomos bab, húsgolyó, és kótbolyó. Ebben tojás van. Ez... Ez kérem szépen... Az egész itt létünket végigkíséri. Nekem legalábbis. Attól mindig kell lenni babnak, mert ez a húsgolyós konzervben van. Ilyen mindig van otthon. És húsgolyó az már egy ilyen pasírt tojással. Mennyi hús van a fasírban, azt ne forszírozzunk. Ez ilyen szójafasírt szerűség, gondolom ilyen szója növekének, amely befostam című történet. Tegnapi eszmefuttatásom a háborúról elég nagy pont kavart. Szegény-szegény ukránok olyan... ártatlan nép. Mindig őket bántják. Gonosz oroszok. Agresszorok. Agresszív Oroszország, igen. Ezzel a nyugat mindig a békére törekedik. Átkísért a zebrán körülbelül a dicsőséges Nyugat-Amerikával az élen, átkísért már a zebrán vagy 20 darab, 20 olyan vakembert, aki nem akart átmenni. Elvitték már a demokráciát legalább 20 országba, ahol nem kértek belőle. Hát van ilyen.
van ilyen. De egyre jobban nyilvánvalóvá válik, hogy a oroszlottat területeket, a Donbaszt Oroszország meg fogja tartani. Na most a háború jelenlegi állása az mondjuk tavaly márciusban is itt tartott körülbelül. És hogyha Ukrajna leülne tárgyalni, mondjuk Zelenszky leülne tárgyalni a békéről, és azt mondaná, hogy feladom a Donbaszt, akkor jogosan kérdezné meg tőle, hogy akkor mi az anyád picsájáért halt meg 100-valahány ezer ember, hiszen ez feladhatat volna egy évvel ezelőtt is. Nem kell tudom meghalni 200 ezer embernek. Kiderült ugye, hogy kőkeményen készültek a háborúra, most már mindenki bevallja. Kőkeményen készültek a háborúra, és felfegyverezték Ukrajnát. Kiépítették a védelmi vonalakat. Furcsa az egyébként Oroszország óriási nagy hibát követett el. Oroszország aláírta a Minszki egyezményt. És ült a babérjain, és semmiféle hírszerző tevékenységet nem folytatott Ukrajnában. Ez óriási éva volt. Óriási éva volt. Nekik észre kellett volna venni a védelmi vonalak felépítését. Azért ezek a védelmi vonalak, amiket az ukrán felépítettek kelet felé, Oroszország felé, ezek azért nem egy ilyen lövészárkok, hanem azok nagyon komoly létesítmények. Az oroszok egy éve kínlódnak, hogy áttörjék. Hogy nem tudtak róla, az ő hibájuk. Teljesen félreismerték a ukrán helyzetet. Totálisan félreismerték. Ráadásul a háborút is viszonylag rosszul időzítették. Zelenszkynek 10% volt a népszerűsége, mikor a háború kitört. Most 80%. Néhány héten belül megbukott volna.
esetre ebből sem fog tanulni a nyugat egyébként. És továbbra is azon lesz, hogy az oroszokat megmutassam. Nem fog sikerülni. Putyinban nagyon emberükre akadtak. Senki sem számított arra, hogy sírból visszahoz Oroszországot. Visszahoztak. Visszahoztak a sírból. Szépen hideg van, köd van, nem kicsi, óriási köd van. Nézzétek már. Hát van köd rendesen. És hideg van.
hogy állunk? Magasságnak hogy állunk? Tökéletes. Tökéletes. Alacsony. Egyszerűen alacsony. Ez az.
be. Jaj, mi van itt előttem? Ajajajaj. Thank you.
Thank you.